Remek hétvégi matinén vehetnek részt a gyerekek, jó már 14-én szombaton 15 órától, ugyanis a Fabula Báb hozzá el, a VUK című zenés bábjátékát. Erről beszélgetek most az előadás két szereplőjével, F. Nagy Eszterrel és a címszereplő szereplő Vukkal. Sziasztok, köszönjük! Köszönjük, köszön, hogy elfogadtátok a meghívásunk. Kiki bokros mellett azért be tudott, be tudott jönni. itt vagytok. Köszönjük szépen a meghívást és a lehetőséget. Most előbb téged kérdezlek, és nem hogy azon gondolkoztam, miközben vártam az Ura, hogy azért ezt a, a, ezt a fabula állatmesés dolgot, ezt már az ókorban kitalálták, hogy tök jó az, hogy nem ilyen ex-katedra, egyenesen belenyomjuk az emberek szemébe a tanulságot, hanem, hanem állatok antropomorf tulajdonságaival szépen ilyen, ilyen bújtatva el lehet mondani egy csomó dolgot. Aztán ugyanezt ezt használták Lafontentől, Fekete Istvánig, aki továbbfejlesztette mondjuk ezt már a mesétől, a, nem tudom, állatregényig, állatmesétől az állatregényig. Te hogy látod? És ugye milyen jó az a bábszínháznak, hogy ezt eleve kitalálták? De hogy látod ezt, hogy manapság mennyire él ez a fajta, ez a fajta dolog, hogy egy állat szájába adunk olyan, olyan dolgokat, olyan tanulságokat, olyan tulajdonságokat, amik, amiket mondjuk a gyerekek tök könnyen megértenek? Nagyon örülök ennek a kérdésnek, mert hát nyilván ezeknek a szuper hősöknek a, a korát uh -huh. éljük, és a rajzfilmekben nagyon gyakran visszaköszön a különféle televízió ö, csatornákon ez a, ez, a, ez a rengeteg hős és, és robbanás és, és, és akció, uh -huh. és nyilván a, a BAMP színpadon szintén egyfajta varázslat folyik, de sokkal lírikusabb hangvételű, sokkal visszafogottabb, ö, ö, nyilván kevesebb a látványos ö, effektus, uh -huh. bár sok mindent ki lehet találni, de azt gondolom, hogy a gyerek talán azért is áll nagyon közel ez a műfaj, és persze imádnivaló rajzfilmek is vannak, tehát nem akarom egyiket vagy másikat szembeállítani. Persze léteznek. Csak. De, de azt gondolom, hogy miután a gyerekeknek az első játékaik, ugyanilyen kis puha, szeretni való, szeretgetni való figurák, leginkább és kis állatok. Leginkább kis állatok, akikkel elmennek aludni, akiket védelmezni lehet, de ők is védelmezik uh -huh. őket, akikkel az első szerepjátékaikat játszák otthon feltételezésem szerint, és talán ezért lehet elsőre egy kisgyerek számára, akár már egy ö, két éves gyermek számára is nagyon közel álló figura a bábszínháznak az összes résztvevője, de vagy legalábbis a fabula bábszínház és múgy... kedves Aha. figurái. Mert hát sokkal befogadhatóbb egy aranyos állattól, nem? az, hogy vagy így könnyű vele azonosulni, mert kis aranyos fejük van, tehát hogy nem, hogy ilyen, ilyen szépen ezt át lehet, lehet de még talán egy felnőtt Neki is, hiszen ezek a fabulák is eredetek nem gyerekeknek íródtak, de hogy, hogy Pont legalább sem. hogy könnyű ezekkel azonosulni. Most azon gondolkoztam elnézve jeles kollégádat Vukkot, hogy, hogy azért a Vuk, ez csak hogy mondjuk el, hogy ez a Fekete István regény alapján készült ez az előadás, de azért a Vuk akkor már így nagyon átszötte ez a rajzfilm dolog, ami szintén jeles alkotás, ezt tegyük hozzá, remek rajzokkal, de már a Vuk figurája is így bennünk van. Nem, hogyha Vukot kimondjuk, mondjuk te lehet, hogy nem, de a Vukot kimondjuk, akkor arra a figurára gondolunk a rajzfilmből, viszont ő egy tök más Vuk. Szerinted ez, ez, ez zavaró-e a gyerekeknek? Aki, aki nem látta a rajzfilmet, hát annak nem nyilván semmiféle szerintem. előfeltevése Aha. nincsen. Akik, akik látták, azt gondolom, hogy hogy elfogadják ezt a, ezt a másfajta vukkot is, Igen. amin látszik, hogy egy rendkívül naturális figura, és azt gondolom, hogy azért is ilyen, tehát nem ezek a gyönyörűen pihepuhán megrajzolt Dargai Attila féle csodálatos figurák, mert hogy a mi történetünk, illetve Székely Andrea által adaptált történet nagyon nagyon ragaszkodik az eredeti kisregényhez. Uh -huh. Tehát Fekete István szövegéről és regényéről és, és életről és haláról nagyon-nagyon durván szó van ebben a mesében. Nem és is egy könnyed limonádi az a Fekete István regény? Egyáltalán nem. És nagyon sok helyen, általános iskolákban, például az én gyerekeimnek másodikban már kötelező volt. És szerintem borzasztó nehéz a nyelvezete, meg a téma is, amiről uh -huh. szól. És sok anyuka az ismeretségi körömben nem hozza el csak mondjuk, hogy hat éves koron fölül a gyermekét, mert egyszerűen nem szeretik a szülők szembesíteni, vagy félnek szembesíteni a, a halállal. Mert hát azok konkrétan a színpadon így van. Hát ez, ez kikerülhetetlen, hát karak meghal. Igen. <laughs> és azt, azt nem Sőt, csak hát úgy keveg, oda tesszük, hanem jelen... szülei, Igen. meg a pontosan, mondjuk az nem, de az is látszik egyébként, van egy nagyon ö, erős, ö, verekedős jelenet a kutya és a, a róka szülő pár között a hmm. darabnak rögtön az elején. Uh -huh. Úgyhogy ez úgy <laughs> oda teszi a a, 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 pontot, vagy, 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 vagy eltalál valamit, és aztán nyilván ennek megvannak a szép feloldásai. Igen, csak hogy ne riasszuk el a nézőket, Igen. vagy a szülőket, hogy ez nyilván elemelt azért, vagy hogy a bácsináz, nyelvezetével. Azért a fabulára jellemző, hogy végignéztem a repertoárt, hogy, hogy, elég, sok, elég sok klasszikus mesét játszottok. Ezek azokat pont, ahogy a nevében is benne van, hogy soha nem mennek ki a divatba. Például te játszod azért elég uh, sűrűn a Holla anyót, hogy, uh, hogy ezek azok, amik ilyen, ilyen örök, és és mindig el lehet vinni a gyereket rá. Azt gondolom igen. Mondjuk a hányok kicsit speciálisabb ebből a szempontból, az egy síkbábokkal történő előadás mm. és egy picikét kilóg ilyen formán a fabula a Már Igen. Igen, tehát ott nem kesztyűs bábokat használunk, hanem ezek fából készült síkbábok, és mm. ez egy ilyen asztali rakosgatós játék, és nem a klasszikus paravános, ami a, a Fabula bábszínháznak a profilja. De hát ez egy örök A a klasszikus kesztyűbábos igen, paravános. Igen, igen. Volt egy marionettes előadásunk, ami most éppen nincsen műsoron, hmm. de a, a, többsége az kesztyűs báb, és úgy érzem, hogy ennek, ennek igen csak nagy keletje van hmm. ma. De neked azért izgalmas más báb technikákat is kipróbálni? Igen, Természetesen, mindig, mindig jó kísérletezni, uh -huh. és mindig, mindig izgalmas, hogy egy, egy viszonylag könnyen mozgatható báb után egy síkbábbal az ember mit kezd, amit hát nyilván nem rángathat össze-vissza, mert az furán is néz ki, meg nincs is létjogosultsága, uh -huh. de de hát nyilván ott, ott hanggal kell annyi mindent belevinni, szünetekkel, stb. stb., hogy, hogy az is egy nagyon élő mutatvány legyen, de az nyilván egy sokkal intimebb közegnek szólhat, sokkal kisebb nézőszám előtt a legkellemesebb, ahol le a játszani, a VUK meg, hát vukot már játszottunk azért sok-sok száz uh -huh. fős nézőközönség előtt is. Igen, de az az legszebb a bábszínházban szerintem, hogy, hogy egy színész hogy tudja átadni az a személyiségét, hangját, mindenét a Bábnak. Ez most nem akarok ilyen patetikus, de tulajdonképpen tényleg egyé válnak, hogy ez a hogy technika ide vagy oda, vagy ilyen Báb technika, vagy ilyen Báb technika, de a vége, a lényeg az mégis ez marad, nem? Pontosan, ez nagyon, nagyon Tehát, jól ez a érzed, teljes, teljesen egyé, egyé tud válni az ember Ember. Uh -huh. Olyannyira, hogy néha azt vettem észre mondjuk mazsola előadásokat, sokat játszva, hogy hogy néha úgy bennem marad mazsola, uh -huh. és, és néha hasonlóképpen viselkednék adott esetben. Tehát uh -huh. érzem azt a féle mazsolás durcárságot időnként magamban, ami az előtt, vagy tíz éve, amíg nem játszottam mazsolát, nem uh -huh. nagyon volt rám jellemző. Jó, nyilván ez a bábszínházon, báb túli színházban is így van, hogy azonosulnak a szereppel, vagy adott esetben, Igen. de hogy ez csak más, hogy egy, egy, egy figurával. És például ez esetben a Vuk esetében, amit ugye ketten játszatok Felszegi Tiborral, és hát nagyon sok figurát, nagyon sok bábot játszotok, nem? Tehát, Igen. hogy, hogy ugrálni kell az egyikből a másikba, más a hangjuk, más a jellemük, gonoszak, nem gonoszak, árnyaltak, nem árnyaltak, szóval ez lehet itt az igazán nagy nehézség például ebben, vagy, vagy szép kihívás ebben a darabban. Igen, mind, mind a kettőt egyszerre, egyszerre érezni. Úgyhogy, úgyhogy nekünk is sokszor, vagy nekem legalábbis nagyon jól esik az a feloldás a darab vége felé, amikor karakot eltemeti íny és vuk. Mm. És utána van egy van egy feloldó jelenet, és emlékszem, hogy a próbák során, és gyakran még az első előadásaink némelyikén is, én magam is sírtam. De tényleg, mert annyira, annyira megindultó a jelenet, uh -huh. és aztán amikor a tapsnál meghajolunk, akkor látom, hogy a, a szülők is, vagy gyerekek esetleg, de javarészt inkább szülők, édesanyák, nagymamák, akik merik vállalni a könnyeiket, tényleg ilyen meghatódott állapotban ülnek a nézőtéren, és abszolút együtt tudnak lélegezni a darabbal. És hát én is hasonló állapotba kerülök, nyilván a több századik előadás után már ez, ez egy picit lecseng. Vagyis de... ez a több századik előadás. Fú, nem is tudom játszott hányadik, de, de nagyon-nagyon sokat játszottuk hmm. szerencsére. E, tehát a fabula 25 éve alatt mindenképpen több századik, lehet, hogy az én életemben még csak száz. <laughs> csak de, de, de utána van egy feloldó jelenet, azzal zárul az előadás, és az nekem is olyan jól esik hogy Hú, hát az élet mégiscsak megy tovább. És hmm. igen, vannak vannak áldozatok, és vannak veszteségek, és, és bánatok, és szomorúságok, de az élet él és élni akar, és, hmm. és, és muszáj tovább menni, és tenni a dolgunkat. Olyan bábszínházban vagy báb előadásokon, ami a gyerekeknek szól, ott azért fel kell oldani a végén mindig. Tehát meg kell csinálni ezt a feloldást, hogy holny azért a gyerekek vidában menjenek haza, és merjenek tovább bátran élni? <síns> <síns> Igen, az ember nehezen mer ezzel, ezzel ügyesen bánni. Uh -huh. Például vannak olyan, ugye ott vannak az Andersen mesék, ahol ahol a feloldás az, az, az nem egy katartikus, egy vidám feloldás, de ha az Andersen mesék szövegét elemezzük akkor meg lehet érteni, hogy miért hagyja úgy és ott Andersen a történeteket, de sok gyerek például nem annyira, vagy sok gyerekhez nem áll annyira közelez, mert megszokták a, a happy endet, hogy a mesék általában úgy érnek véget, hogy akivel azonosulni tudunk szereplővel, az, az a végén boldogan távozik, megdicsőgőben minden sikerül, a Igen. gonosz elnyeri a büntetését, vagy meghal. És, és minden megy tovább. Úgyhogy én, én úgy érzem, hogy miután miután a fabula bábszínház, vagy egyáltalán a bábszínház mint műfaj inkább a kisebbeket célozza Magyarországon, és persze van, vannak a kolibrinek vagy az állami, tehát a Budapest, Budapest Bábszínháznak, vannak vannak ifjúsági előadásai, és itt felnőtt, felnőtt előadásai is. felnőtt is. Brutál, igen, meg hát arról se feledkezzünk meg, hogy a, a kisebbeket is, ugye a felnőttek kísérik el, és, és a felnőttekhez is kell tudnunk szólni, de azt feltételezzük, hogy ha nincs is tökéletes feloldás, akkor is azért a, a gyerekek, a szülőkkel, miután ez, ezek. Családi előadások uh -huh. zömében, bár hát jönnek hozzánk óvodás csoportok, tehát ott is van mindig egy, egy kísérő pedagógus, akivel azért a végén meg lehet ezeket a dolgokat beszélni, és azt gondolom, hogy ez, ez minden családban, meg, meg iskolákban, óvodákban, vagy előtte van egy kis beszélgetés, vagy utána megbeszélnek dolgokat, feloldják a. Problémákat. De ez tök jó, amit mondasz, mert eleve a színháznak a lényege, nem? Hogy, hogy utána meg lehessen beszélni valamit, fölvet valami problémát, és ez mindegy, hogy a, 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 a vuk vagy a, vagy a hamlet, de felvet valami problémát, amiről utána ö, lehet beszélni, amit nyilván egy előadás Igen. van, amit mutatni akar mondani, kérdezni, leg, amire megadjuk a választ. Nem is, már a gyerekek ezt már kiskorúban elkezdik, hogy utána meg lehet beszélni nagymamával, óvónénivel, szülőkkel, akkor valószínűleg így is marad, egy értő színházi közönséget is nevelhet a bábszínház. Én is így gondolom. A gyerekekre visszatérve az állandó kérdés azért a gyerek néz, vagy ebben a műfajban, hogy a gyerekek nem nagyon leplezik az érzelmeiket, sőt, és őszintén elmondják előadás közben, amit a felnőttek már sajnos nem mondanak el, vagy nem kiabálunk be, mert kötnek mindenféle konvenciók, nem? De a gyereknél ez nem, tehát itt nincs ilyen kérdés, nem? Szóval ezért is ezért is nehéz műfaj ez, őket. Nem tudom, hogy ez ettől, ettől nehezebb, be. Nyilván abból a szempontból nehezebb játszani, hogy az ember éppen benne van, lendületben van, uh -huh. és nagyon-nagyon szeretne valamit elmondani, eljutatni a közönséghez, és hogyha a bekiabál egy kisgyerek, hogy ugye még nincs vége, az nagyon, nagyon meg tud zavarni minket is, meg nyilván a, a uh -huh. nézőket is. Akkor de hát is meg lehet érteni, érteni. Igen, őket. De akkor inkább úgy értem, hogy nem lehet. Hogy, 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 itt nem, tehát a babsz, vagy a gyerek, gyerekeknek szóló színházban nem nagyon lehet hazudni például, nem? Hiszen a gyerek átlát, és még átlát a szitán, és még mondja és is, hisz nem köti semmiféle ilyen, ilyen, társadalmi konvenció. Igen, igen, de ugyanakkor a gyerekek jobban tudnak hinni is uh -huh. a színházban, uh -huh. és, és a kis hitük, meg az éles látásuk együtt valami nagyon különleges egységet tud alkotni az, hogy a végén tényleg sírnak, hogy vége, és még nem akarják elengedni, még benne szeretnének maradni, hogy a, hogy a végén furcsa sokak számára esetleg, hogy, hogy kimegyek, és az én kezemben van ez a kis jószág, mm -hmm. és megkérdezik, hogy ez hogy tud beszélni? Tehát még akkor sem áll össze, hogy, hogy ennek én vagyok, a én vagyok a mozgatója, én a, vagyok a hangadója, Ez tényleg nagyon-nagyon bele tudnak helyezkedni, és, és ez, ez olyan sok örömöt ad az embernek. Mm -hmm. Ez, persze, hogy ez benne a jó. Igen. Hogy... Ez a közös belehelyezkedés Igen. Aha. végeredményben. És a vuknál is gondolom. Mert ez a vuknál is több olyan szereplő van, akivel tudnak azonosulni. Igen. Hát leginkább vukkal, hát akinek leginkább látják a, a, a felnövekedését, akkor ott van benne a, a testvériség, hogy a testvéremért mindent megteszek, és úgy vuk, kiszabadítja int a börtönéből mm -hmm. és, és, és megmenti. Ö... Miközben mégsem patetikus. Valóban. Egyáltalán nem hanem leg, leginkább életszerű. Uh -huh. Milyen előadást ajánlanál még a fabulátó? Hát a, a csúcs előadásaink, vagy hát a legismertebb klasszikusaink, a mazsola és a mazsola és tádé. Uh -huh. A, ezeket a meséket egyszerűen nem, nem lehet nem szeretni, tehát ez annyira jól megírta a Bálint Ágnes, és annyira benne van minden a családról, a szülő-gyerek kapcsolatról. Nyilván ez egy, ez egy, egyszemélyes család, úgy értem, egy háromszemélyes család mm. már tádéval kiegészülve, de nincs egy klasszikus apa-anya felállás, ám bár a népmesékben is nagyon sokszor hiányzik az egyik szülő, vagy nem esik egyáltalán szó róla, vagy, vagy már nem él, nem. Vagy, 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 egy gonosz mostoha van jelen, és nem mm. az édesanya. édesanyja a gyerekeknek, de valahogy úgy mégsem hiányolják a, a, gyerekek, hogy miért csak manócska van ott, hiszen ez mese. Végiscsak. Uh -huh. És nagyon-nagyon és sok mindent lehet tanulni ott a testvérségről, a testvériségről, és nagyon sok gyerek rá is, mert hogy aha, tényleg, hát ezt csinálta velem is a tesóm. Ezt hallom, ahogy bekiabálnak, uh -huh. követik az eseményeket úgyhogy ezek, ezeket nagyon-nagyon szeretem, ezt a két mesénket. Van még egy Vitéz László mesénk, amit szintén borzasztóan szeret a közönség. Kemény Henriknek köszönhetően nagyon szépen megvetette a lábát Vitéz László mm. itt Magyarországon, úgyhogy ez is egy klasszikus. És azon kívül vannak még állatmesénk, és azt gondolom, hogy aki aki megnézi nálunk a mazsolát, Mazsola és Tádét Vitéz Lászlót, és, és ezek a darabok tetszenek neki, szóval akkor maradni. eljönnek uh -huh. a többi előadásunkra és legalább is legalábbis bízom benne. De van egy bázis a belvárosban, ami a Fabula bábszínház, de nagyon sokat utaztok. Újpesten sem először jártok és járjátok a, az országot. Tehát ilyen értelemben a, ez a Báb színészlét kicsit ilyen vándorszínészlét is nektek. Ezt te bírod, vagy ilyen Nagyon-nagyon nagyon szeretem. Egyrészt nagyon szeretek utazni. Mm. Két évvel ezelőtt nyáron volt szerencsénk Darmstadtba utazni, Frankfurt mellé a társulattal, és ott egy maroknyi, nem is olyan kis marok, jó nagy maroknyi magyar közösségnek adtunk elő magyarul, mm. mazsola és tádét. Tehát fantasztikus élmény volt. És, és és jó mindig valami újba belecsöppeni. Nagyon jó az állandóság is, nagyon biztos bázis, hogy minden hétvégén van előadásunk a mm. kis kőszínházunkban, de, de nagyon jó vendégeskedni is valahol, és, és más és más közönségnek játszani. Valamelyik válaszad előtt kitáltam, amit fog kérdezni, de annyira belefeledkeztem abba, hogy amit mondasz, hogy elfelejtettem, most eszembe jutott, hogy az elején mondtad, hogy, hogy annyi ilyen szuperhős van, meg nem tudom, meg robbantgatós mese, meg ilyesmi, hogy ennek tükrében, és annyi vizuális inger éri a gyerekeket, számítógép, tévé, Ö, ennek tükrében te látsz valami változást a, a mostani gyereknézők között? Vagy egyáltalán nincs sem, és ugyanúgy, tu, oly, ugyanolyan gyermeki naivitással tudnak tekinteni a bábszínházra? Úgy érzem, igen. Tehát nem változik ez? Úgy, úgy érzem, nem. Úgy érzem, hogy nem. Nagyon szoktak örülni annak, két ilyen vizuális effekt van nálunk. Az egyik, amikor szappanbuborékot fújunk, mm. mazsul a fürdeti a kis csutka babáját, és annak borzasztan szoktak örülni. Meg, meg vizet spriccelünk fürdetési jeleneteknél, vagy van egy bálnánk a Brumi és a téli álom című darabban, mm. ahol a bálna fel emelkedik a vízből, és akkor spriccelünk, mint hogyha bálnából jönne ez a vízpára, mm. hát annak borzasztan szoktak örülni de ha ezek nem lennének ezek a plusz effektek, akkor, akkor... azt hiszem, akkor is nagyon-nagyon mm. szeretnék. És nagyon érdekes, mert sokan úgy távoznak, én előtte is szoktam egy picit beszélgetni a csoportos előadásra érkezőkkel hétköznap, nyilván hétvégente egy kicsit a szülőkkel van módom inkább mm. beszélgetni, meg utána is, és sok gyerek távozik úgy, hogy nagyon jó volt ez a film, tehát ők tényleg ugye filmekben élnek, javarészt filmeket jaj. látnak, és ők azt érzékelik, mint hogyha ez is egy, egy film lett volna. Ja. Aha. <laughs> Úgyhogy nincs, azt gondolom, hogy nincsen, nincsen hiányérzetük. Hogy ajánlaná ezt az előadást maga Vuk, a címszereplő? <laughs> Mit mondaná? Vuk szerintem azt mondaná, hogy... Vagy hogy, hogy mondaná? <gül> <gül> hát ez a kölyök Vuk... Két vuk figurát használunk mm. különben az előadás során. Fizimiskára nincs sok különbség köztük. Egy picit nagyobb a másik vuk, hisz nő, vuk. nő, hisz nő, nő, nő de vege. sosem tudom, hogy ezt, ezt lehet-e igazából látni. Mm. Az előadások után ki szoktam menni, és, és, hagyom, hogy a gyerekek megtapintsák, megsimogassák, kicsit megdögönyözik a bátrabbak, vele szokták tenni az újukat buk szájába, megbeszéljük, hogy milyen anyagból készül, hogy mitől hmm. csillog ilyen szépen a szeme, és akkor a másik, a nagyobb vuk is, aki egyébként felszegi Tibor játszik, mert hát a, az ő hangja jobban passzol egy felnövekedett ifjú rókáéhoz, E, és, és akkor látszik, ha kettőt összehasonlítom, hogy az egy, egy picikével nagyobb, de mm. de igazából nem tudom, hogy hogy a színpadon, amikor látják a, a gyerekek, akkor, akkor érzékelik-e az ő felnövekedését, de majd megkérdezem tőlük legközelebb. Nos, minden esetre VUK, hát most VUK hangján mondja. Természetesen. Húha, hát. egyébként nagyon nehéz. Nehéz, mert. Bárcani? Azért nehéz, mert ö, 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 VUK az előadáson VUK, és ő most. Most, most, egy vuk báb, uh -huh. de most nem feltétlenül él, bár én próbálom élővé tenni, mert Most már mert szerintem, hogy ki, jött, ki jött az öletből, most már így szerintem. De, 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 ezt a vuk hangot, ezt, ezt nagyon nehéz eltalálni, de uh -huh. megpróbálom. Szervusztok! Hát ez nem tökéletes, nem tökéletes, de majd 14-én, 3 órakor az lesz. Nos, minden esetre, Vuk azt hiszem azt mondaná, vagyis azt mondanám, hogy szeretettel várunk titeket az előadásra, ahol megnézhetitek, hogy, hogy hogyan ismerem meg a természetet, és hogyan leszek ilyen kis rókából nagyobb, és végül én magam is apuka. Szeretettel várlak titeket. Sziasztok! Köszönjük szépen Vuknak, meg köszönjük Eszternek. Január 14-én szombaton 15 órakor a Polgárcentrumban a Fabula Bábszínház Vuk című előadása. Menjenek el minél többen, ha pedig nem tudnak, akkor menjenek el a belvárosba a Fabula Bábszínház sok-sok szép előadására. Köszönöm, hogy itt voltatok. Nagyon törvény. szépen köszönöm a meghívást. Köszönjük! <hállt>